Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjétek, hogy Baross-Fajos polgármestereként a készülődés, a várakozás felfogozott reményteli boldogságos perceiben nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntsem Önöket a 2017-es adventi első gyertyajutás ünnepségén itt, Baross-Fajos központjában a Diákdombon. Úgy hiszem, hogy közeleg az év legboldogabb napja, a karácsony. A születés ünnepét megelőzi az advent, a várakozás időszaka. A várakozás az ember életben megadja a lehetőséget, hogy visszatekintsünk az eltelt évre, értékeljük cseleteinket, megalapíthatjuk tetteink helyességét, magunk és embertársaink irányban elkövetett helytelen és helyes cselekedeteinket. Egy szóval az advent időszak az év végére megadja a lehetőséget mindenkinek, hogy a készülődés jegyében évzáró önvizsgálatot tartsunk magunknak. Ebben az időszakban nem szégyen önvizsgálatot tartani, szeretni, szeretetet megvallani, mert szeretetben élni nem gyengeség, hanem legnagyobb erő, mérhetetlen biztonság és pótolhatatlan boldogság. Az öngyónás, az öntisztulás segít felkészülni lelkileg a karácsonyra, a szeretet ünnepére. Ebben a várakozó időszakban jövünk rá, hogy életünkből legtöbbször hiányzik az igazi szeretet. Pedig az igazi karácsony ünnepéhez és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, és a szeretet ereje a legsúlyosabb hibáinkat is képes kijavítani, gyógyító ereje pedig képes minden sebet beforrasztani. A szeretet tökéletesen összefog mindent. Az advent időszak megmutatja a szeretet útját, és megváltsa az életünket. Ezen gondolatok jegyében áld meg Istenem ezt az ünnepet, add meg nekünk a szeretet, a megbocsátás, a tiszta szent végesség szent ajándékát. Mai első gyertyajutás alkalmáról megkérem a felsőlakosi egyházközösséget, hogy nyissa meg a mai ünnepséget. Kedves testvéreim! Türelmetlenség világában élünk. Abban a világban, ahol add meg Uram, de azonnal, add meg Uram, de most, add meg Uram, de rögtön a mindennapi szavai. És úgy érezzük, hogy a mindennapok sarra szennye, a mindennapok gondolata időhöz van kötve. Életünk során nagyon sok alkalommal várakozunk, és ez a várakozás legtöbbször időben. Hiszen az ember gyermekkorától kezdve vár valamire. Vár arra, hogy felnőtt legyen. Ha felnőtt lesz, arra vár, hogy gyermeke legyen. Ha gyermeke van, arra vár, hogy egy gondviseli Jóisten még családot adjon számára. Arra vár, hogy kenyér kerüljön az asztalra, és hogyha egy kenyér került az asztalra, kerüljön több is. A mindennapokban a várakozás az egyik legfontosabb teendő. De vajon, kedves testvéreim, advent alkalmával erre a várakozásra van szükségünk. Ebben a rohanó, túlterhelt világban vajon az időbeli várakozás a legfontosabb? Nem inkább Pál apostol szavait kéne követnünk, aki óva int bennünket a várakozásra, de a lelki várakozásra, amely mindenkinek megadatott. Kedves testvéreim, Pál apostol szavaival ma arra hívlak benneteket, hogy az adventi úton induljunk el várakozással. De ez ne testi legyen, ne időbeli várakozásra legyen, hanem inkább egy lelki várakozás. Várakozzunk arra, hogy valamely érzés a szeretet ünnepén majd megtalál bennünket. A család érzése, az összetartás érzése, a szeretet érzése, amely pótolhatatlan és megfizethetetlen mindenféle szempontból. Kedves testvéreim, az első gyertyát hamarosan meggyújtjuk. És a várakozás hangjával elindulunk a karácsonyi úton. Arra hívok mindenkit, hogy a gyertyagyújtás alkalmából a várakozást ne a külsőkben keressünk, hanem legbelül a szíveinkben, a lelkeinkben, egymás és emberközti kapcsolatainkban. Hogy így érjünk el közösen a karácsony ünnepéhez, Jézus születésének ünnepéhez. Most és mindörökké. Amen. Csapott lakhatom,
Kedves testvéreim, én is hálát adok elsősorban azért, hogy meghívást kaptunk erre a gyertyagyújtási eseményre, és hálát adok a Felsőrákos Unitárius Egyházközség Nőszövetségi Kórusának, akik szépen énekeltek, és köszönetet szeretnék mondani önöknek, akik eljöttek és együtt gyújthatjuk meg az első adventi gyertyát. Az örökkévaló egyik az Isten, szeretete és jósága legyen és maradjon mindig mi velünk, szeretteinkkel és a föld népével, és indítson el bennünket a várakozás útján, az adventi úton, karácsony ünnepe felé. Most és mindörökké. Amen.